Egyetlen szál cigaretta elégetésekor körülbelül 2 liternyi füst keletkezik, melyből közel 4000 vegyületet izoláltak. A dohány füst nitrogént, oxigént, széndioxidot, szénmonoxidot, argont, különböző szénhidrogéneket, nitriteket, furánokat, cianhidrogént, kénhidrogént, klórvegyületeket és ammóniát tartalmaz, míg a dohány kátrányban van a benzpirén, antracén, fenolok, szerves savak, aldehidek, nikotin, különböző fémionok és rádióaktív összetevők. A rostos felépítésű füstszűrő képes kiszűrni a cigaretta nikotin és kátrány tartalmának egy részét, de a füstből ki nem szűrt összetevő kimutatható. Ezek jutnak be a dohányos és a környezetében élő emberek szervezetébe, és ott fejtik ki mérgező hatásukat. Elsőként a nikotin kimutatását mutatom be. A nikotin kimutatására számos eljárás áll rendelkezésünkre, melyek közül én most a Maier reagenst választottam. A Maier reagens kálium tetrajodó merkurát oldat, melyet 1%-os higanyklorid és 8%-os kálium-jodid oldatokból készítettem azonos térfogat arányokkal. Az így készült reagens gázmosó palacba töltöttem, melynek hosszabb csövéhez gumicső segítségével égő cigarettát, a rövidebb csövéhez pedig vízlégszivattyút csatlakoztattam. A nikotin összeképlete C10H14N2 szintelen olajszerű erős dohányszagú mérgező folyadék, mely a cigaretta égésekor 90%-ban megy át a füstbe. A cigaretta füst álgoborékol az oldaton, és a benne lévő nikotin hatására sárgás-fehér csapadék válik ki. A Maier reagens kevés kivétellel az összes alkoholidot kicsapja vízben oldhatatlan vegyület formájában. A következőkben a cigarettafüst aldehid tartalmát fogom kimutatni. Az aldehidek kimutatására is sokféle reakció áll rendelkezésünkre, ezek közül a Tollens próbát választottam. A Tollens reagens 1%-os ezüstnitrát oldatból és 2 mol per köbdeciméter koncentráció ammónia oldatból készítettem. Az ezüstnitrát oldathoz addig adagoltam hozzá az ammónia oldatot, míg a kezdetben leváló csapadék éppen feloldódott. A Tollens reagenst gázmosó palacba töltöttem, melyet 80 fokos vízfürdőbe állítottam. A cigaretta füstöt ezen a Tollens reagensen átbuborékoltatva először a színtelen oldat megbarnul, majd megfeketedik. A fekete szín a kivált ezüstnek köszönhető. Az aldehid ugyanis az ezüst-tiamin komplexben lévő ezüstiont fémezüsttér redukálta, miközben maga karbonsavvá oxidálódott.